Barátcsi Csiba Zsuzsanna, Kaposszegcsi új polgármestere, három gyermek édesanyja. Az előző ciklusban is tagja volt a település önkormányzatának. Tanult mestersége szerint település és területfejlesztési geográfus. Számos projekt lebonyolításában vett részt. Azt mondja, a helyiek intézése nem politika, sokkal inkább a településének szeretete. Én azért pályázatíró voltam, és önkormányzatoknak, társulásoknak, egyéb szervezeteknek én azért elég sok pályázatot írtam az elmúlt 15 évben. Most meglátjuk, megnézem a másik oldalát is. 5 éve voltam képviselő, akkor az előző polgármester asszony kért fel, hogy induljak képviselőnek. Én azt mondom, hogy sikeres 5 éves cikluson voltunk túl vele, mint képviselőként, és úgy érzem. És utána, amikor ő úgy döntött, hogy nem indul, akkor vágtam én bele, hogy akkor én megpróbálom. Mindenki mindenkit ismer, és mégis máshogy kell megfelelni. Látjuk azt, hogy mit kéne fejleszteni, de mégis más ezen az oldalon, hogy más jön ki, hogy tényleg meg lehet-e csinálni, nem lehet megcsinálni. Kihívás az, hogy ott, ahol született az ember, tud-e valami újat mutatni. Ugye saját hazájában senki nem lehet proféta, és mégis meg kell próbálni, hogy el tudunk-e érni jó dolgokat, és hogy össze tudjuk elkovácsolni az embereket. Sokat tanultam az elmúlt 5 évben a képviselőségem alatt, amire most úgy azért tudok alapozni is, illetve hát az, hogy gyakorlatilag lényegében részben ezt is tanultam. Tehát ez segít ebben. Tudtam, mit kéne csinálni Kaposszegcsén a fejlődés érdekében, hiszen benne voltam a folyamatokban. Ezeket a célokat tűztem ki a következő 5 esztendőre magam elé, mondja. Igyekszünk a lakosságnak a kéréseire reagálni, folytatjuk az elkezdett fejlesztéseket, új fejlesztéseket elkezdtünk tervezni. Gyakorlatilag vannak nagy célok, amik nagy összegeket igényelnek, így csapadékvíz elvezetés, a liget lakótelepnek a tényleges rendbetétele, aztán igazából az iskolának szeretnénk egy új szárnyat, tehát ezek hatalmas beruházások lesznek, és ezek azt mondom, hogy lehet, hogy ebbe az 5 évben nem is tudnak megvalósulni oly mód, ahogy szeretnénk, de az alapjait szeretnénk ennek megteremteni, illetve hát nyilvánvaló, hogy csapadékvizet és az egyébeket szeretnénk már most megcsinálni, de nyilván nem az első fél évben lehet ezt elkészíteni. Aztán amik most voltak, hogy igyekeztünk megcsinálni, azok továbbvinni a megkezdett beruházás, sokat elkezdeni azokat, amik már nyertek, ezeken kicsit módosítani úgy, ahogy tényleg meg lehet valósítani. Ugye mindig vannak olyanok, hogy ahogy tervezi az ember, úgy nem tudja megvalósítani. Tehát ezeket a közösségi ház felújítása például, ugye abba benne is voltam már a pályázat készítési szakaszba, azt most valósítjuk meg, programokat szervezünk abból a pályázatból. Aztán voltak líderes pályázataink, ami már a zárásnál vannak, tehát ezeknek a befejezése volt feladat most az elmúlt időszakban, illetve próbáltunk ilyen apró módosításokat eszközölni, ami hát nyilvánvaló, hogy minden vezetőnek a más szájíze a munkába ugye megnyilvánul, és ezeket próbáltuk bevezetni. Kaposszegcső mindig húzó elő volt a térségben, hiszen van ipari parkja, vannak intézményei, szóval meghatározói vagyunk a Kapos mentének, és ezt a szerepet a jövőben is meg akarjuk tartani, tette hozzá. Nagyon sok megkeresés volt arra, hogy én legyek a polgármester. Remélem, a bizalmat meg tudom majd szolgálni. Kaposszegcsőn nem voltak, tehát volt megosztottság régebben, de mindig mindenki a falunak az érdekeit nézte, és szerintem ez most is így lesz.